A Budai úti református templomban folytatódott a székesfehérvári református egyházközség megalapításának 200. évfordulójára meghirdetett ünnepi programsorozat. Vasárnap este Berze János lelkész köszöntő szavait követően a Herman László zeneművészeti szakgimnázium fuvolatanszakos növendékei léptek fel, tanáraik Hajas Szilárd és Vasvári Tamás kíséretében. Nagy örömmel jelenthetem be, hogy a budaúti zenés esték több mint 110. alkalommal kerül megrendezésre. Most a jubileumi ünnepség sorozatunk keretében lesz ez a koncert. Ez lesz az első zenei alkalma ennek az ünnepség sorozatnak, és hát majd hallani fogunk róla, hogy a templomokban a zene az már a kezdetektől fogva nem csak az orgona kíséretet jelentette, hanem többféle hangszer és formáció is megjelent. Hajas Szilárd, a fiatalok felkészítő tanára úgy fogalmazott, megerősítést jelent számára, hogy az iskola tehetséges növendékei egy tradicionális alkalommal mutatkozhatnak be a fuvola muzsika barátainak. Mindig nagy öröm, amikor tanítványaimmal játszhatok, léphetek fel egy színpadon, hiszen hát ez részemről egy példamutatás, hogy nem csak a tanteremben megmondom az igazságot, hanem tulajdonképpen be is mutatom azt, hogy hogyan kell szerepelni. És hát azt hiszem, hogy ezt ők mindig nagyon szívesen fogadják. A jövő fuvolistái, Baranya Zsófia és társai bizonyították kiemelkedő tehetségüket, muzsikájukkal kiválóan tolmácsolták a klasszikus fuvola irodalom remek műveit, az elmúlt évszázadok meghatározó szerzőinek a hangszerre írt dallamait. Egészen a szeptembertől kezdve gyakoroltuk ezeket a darabokat, és ez nagyon jó lehetőség most nekünk, hogy a fél évi vizsga előtt el tudjuk játszani ezeket, és nagyon hálásak vagyunk érte. A programsorozat a hónap utolsó szombatján, január 27-én folytatódik. A Budai út vendége lesz az Orfeo zenekar és a Purcell kórus. A 19 órakor kezdődő hangversenyen Bach hámolmiséje hangzik el, Marcus Creed vezényletével.